ha röviden kellene összefoglalni, akkor egy olyan világot fest le a Scott Galloway a 30-40 évvel ezelőtti világhoz képest, ahol a fiatalok számára a belépési korlátok drámaian megnehezettek. Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül. Biztos, hogy a számok azok döbbenetesek. Tartson velünk! Az Egyesült Államok 2,5 évszázados történelmében most először fordul elő olyan helyzet, hogy egy átlagos 25-30 éves fiatal szegényebb annál, mint amilyen helyzetben a szülei voltak 25-30 évesen. Ez a szituáció egyébként helyjel közzel a teljes fejlett világban fennáll. A mai podcastünkben ezt a problémát vitatjuk meg, melyben segítségünkre lesznek Scott Galloway áprilisi TED előadásának főbb sarokpontjai. Mai vendégeim Móró Tamás és Jónap Richárd. Én Vidovszky Áron vagyok. Szavasz Tomi, hello Ricsi! Sziasztok! Sziasztok! Milyen volt az a világ, amikor az öreg rutinos rókák még odaengedték a fiatal titánokat a húsos fazékhoz? Az egész podcastünknek az ötlete ott kezdett el így körvonalazódni, ezt mondjuk el a hallgatóknak, amikor Tomi még április elején körbeküldött egy ilyen archív kisfilmet, 1 perc 20 másodperc volt a Google alapításról. Fantasztikus részletek voltak benne a Stanford Egyetemen, a William Gates épületben. A két fiatal titán, egyaránt 1973-as születésű Larry Page és Sergey Brin, már 2,5 évvel dolgoztak akkor egy kutatási projekten, hogy internetes keresőt fognak csinálni, és nagyon lelkesen beszéltek arról, hogy ez mennyire jó, és hogy kaptak 100 000 dollárt egy úriembertől, aki Andy Bechtolsheim volt a akkor még szebb életű Sun Microsystems-nek az egyik fő atyamestere, tehát egy ilyen idősebb tech guru, aki 55-ös születésű volt, tehát 18 évvel volt idősebb náluk, tehát a fiatalok voltak 25 évesek, az említett úriember pedig 43 éves, és ő azzal a lendülettel adott nekik 100 000 dollárt, hogy itt van 100 000 dollár, csak 1%-át kérte el a cégnek ezért cserébe. Ne aggódjatok a cégetek értékeltségén, dolgozzatok, jó lesz ez a dolog. Tavaly 309 milliárd dollár volt az Alphabetnek, ugye a Google anyacégnek az árbevétele, top 10-es leggazdagabb ember mind a kettő akkori fiatal, de Andy Bechtolsheimnek is van, tehát ilyen 150 milliárd dollár körüli magánvagyonokkal. Andy Bechtolsheimnek is, aki adta akkor a 100 000 dollárt, van 16 milliárd dollárja a Forbes listán, és gyakorlatilag akkor kezdtünk el gondolkozni azon, hogy mennyivel más volt itt a 90-es években ez a világ, a még kibontakozóban lévő technológiában, hogy keresztül kasul segítgették egymást az emberek, és amikor felbukkant valami fiatal tehetség, csinált, persze, itt van. Gondoljuk már végig ma, hogy egy Mark Zuckerberg vagy egy Jeff Bezos mit reagálna egy 25 éves fiatal titánra jelen pillanatban. Igen, ezt fogjuk most végig gondolni, de mielőtt nagyon belemerülünk ebbe az egész témába, egy picit Scott Galloway-t mutassuk be azoknak a hallgatóknak, akik esetleg már hallottak róla, vagy nem hallottak róla, mert hogy azért kiderült egyébként ennek kapcsán, hogy külön-külön mind a hárman olvastuk Scott Galloway-nek bizonyos dolgait, meg úgy ismertük, meg úgy én kifejezetten kedveltem is már évek óta, de hogy ebbe a beszélgetésbe állt az össze, hogy ez hogy egy fontos ember. Igen, a New York Egyetemnek a professzora, aki egyébként nagyon gyakran nyilatkozik társadalmi és technológiai kérdésekben, és a kettő összefüggéseit eléggé széles körben próbálja feltárni. Olyan ember egyébként, aki alapvetően hisz a kapitalizmusban, viszont a fair kapitalizmusban és az igazi versenyben, és ezért próbál rávilágítani arra, hogy mik a vadhajtásai annak a rendszernek, ami most kialakult Amerikában, vagy miért nem fair az amerikai társadalom egy jelentős részével szemben. Tehát itt ő nem egy ilyen balos vagy majd divatos szóval woke elhajló, hanem sokkal inkább azt a fajta amerikai kapitalista világot hozná vissza, ami egyébként a 70-es, 80-as, de még a 90-es években is jellemző volt, ami igazából az aranykora volt, a technológiai nagy robbanás, ugye a 90-es évek a Clinton elnökség alatti időszak. Tulajdonképpen ez volt az az időszak, amikor a tőzsde is szárnyalt, lehetett pénzt keresni, de nem is voltak meg ezek a fajta mély problémák Amerikában, amelyeket most látunk. Igen, nekem különösen tetszik az ő életrajzában, hogy ő a Morgan Stanley-nél kötvényelemzőként kezdte,
tehát hogy szakmabeli, igen. Mert szakmánkból származott el, és aztán utána különböző vállalatokat, meg vállalkozásokat alapított, akkor még lehet, hogy nem is startupnak hívtuk, de mindenképpen egy startupper, egy sikeres startupperként lehet őt apostrofálni, és aztán valahogy így elment marketing, meg branding irányba, és hát ami számomra fontos, hogy, vagy jelentős, hogy több könyvet is írt, és a, talán legsikeresebb a Négyek című könyv, ami igazából, hát ez most már egy olyan 7 évvel ezelőtti könyv volt, és akkor igazából az Alphabet, az Amazon, az Apple, és az akkor mi Facebook, Meta Platformsnak a sikerét dolgozta föl. Talán ez is a címe magyarul, hogy a titkos, közös DNS ezek mögött, a cégek mögött. Tehát ilyen nagyon szépen pontokról pontra végigveszi, hogy mi állt ezeknek a cégeknek a sikere mögött. Úgyhogy ez is egy nagyon érdekes könyv. Nem tudom, magyarul lefordítottak, de angolul is teljesen jól követhető. Tehát, hogy ezt ha bárkinek nagyon szívesen ajánljuk. Nekem talán ezek voltak így a legfontosabbak Scott Galloway-ről, ami engem megfogott benne. Egy nagyon jó előadó, és elképesztően érdekes grafikonokat rakott össze arról, hogy mi a probléma Amerikával, ami egyébként megalapoz nagyon sok mindennek, azoknak a társadalmi feszültségeknek, amelyek tényleg kialakultak az elmúlt években, évtizedekben, annak a vagyoni divergenciának, ha lehet így mondani, hogy tényleg az idősebb korosztály mennyivel jobban járt az elmúlt mondjuk 15 év monetáris politikájával, mint éppen a fiatalok, mennyivel nehezebb adott esetben azokhoz a lehetőségekhez hozzájutni, a húsos fazékhoz közel kerülni, mint amilyen ez volt mondjuk 2 évtizeddel ezelőtt. Tehát ezekről nagyon, nagyon jó grafikonokat tett közzé, és egy jó prezentőr, jó előadó, tehát nem egy ilyen unalmas száraz, ilyen, akkor az ember inkább aludna. F betűs szókkal is meg van pakolva. Tehát látszik, hogy emocionális, de egyébként nagyon átérzi ezeket a problémákat. Elmondanám, hogy ki fogjuk tenni a concordblog.hu-ra azt a kettő YouTube videóanyagot, amiből mi is itt szemezgetünk, dolgozunk és fel fogjuk dolgozni ezt a témát. Az egyik egy áprilisi TEDes előadása volt Vancouverben, a másik abból vannak a nagyon-nagyon fantasztikus szlájdok, amik megmutatják ezt a problémát. A másik pedig egy Wall Street Journal-ös interjú. Nagyon-nagyon ajánljuk ennek a megtekintését, meghallgatását, végig gondolását egyébként. Tehát tulajdonképpen, ha röviden kellene összefoglalni, akkor egy olyan világot fest le a Scott Galloway a 30-40 évvel ezelőtti világhoz képest, ahol a fiatalok számára a belépési korlátok drámaian megnehezettek. Legyen szó egy egyetemről. Az egyik legdöbbenetesebb példája az volt, hogy a Harvardon 4%-kal több embert iskoláznak be, és gondoljunk bele, hogy a Harvardra azóta a 80-as évek közepéhez képest mekkora nemzetközi tumultus van a bekerüléshez, és akkoriban 240 millió lakosa volt az Egyesült Államoknak, most 335 millió van, tehát 40%-kal emelkedett a lakosságszám, és inflációval kiigazítva jóval 400% fölött emelkedett a tandíj. Tehát tulajdonképpen a Galloway mondani valójának a legkomolyabb és legdurvább lényege az az, hogy egy jól működő Egyesült Államok belé, és ezt itt kivetíthetjük bármelyik országra a világban, egy jól működő társadalom akkor lesz Isten igazából működőképes, ha a társadalom alsó 90%-ába születő fiataloknak ad egy lehetőséget arra, hogy ők a társadalmi mobilizáció segítségével a felső 10%-ba föl tudjanak áramlani, és erre a saját példáját emlegeti, hogy ő nem volt jó tanuló, de akkoriban sokkal nagyobb arányba be lehetett kerülni a UCLA egyetemre, 76%-ot, aki jelentkezett, felvettek. Akkoriban még 27% volt a nagy amerikai egyetemekre a jelentkezéseknek a felvételi arány, ami most arra 9%-ra csökkent le. Tehát, hogy hozzájuthatott ahhoz az oktatáshoz, el tudta kezdeni azt az életpályáját, hogy a tavalyi évben 14 millió dollár szövetségi adót fizetett be az Egyesült Államoknak. Tehát, hogy óriási a veszteség, amit a társadalom elszenved azon, hogy bizonyos fiatal tehetségeket pusztán az anyagi helyzet miatt nem enged oda, hogy a legjobb minőségű oktatást megkapják. Igen, erre még rákötném azt, hogy és pont ezt mondja, amit te elkezdtél, hogy a 30-40 ezelőtt még azt érte meg mindenki, hogy az 90% esélyt kapott arra, hogy a top 10-be bekerüljön, és most pedig, ami van, állítja a Scott Galloway, hogy a top 10% kap arra esélyt az oktatáson keresztül, hogy valahol bekerüljön a top 1%-ba vagy 1/1000-be. És hogy ez óriási változás, és hogy ez a társadalmi szempontból is elképesztően káros. Hát mindenképpen egyébként segíti a radikalizálódást, hiszen hogyha úgy érzed, hogy a
az a fajta hagyományos út nem működik, akkor elindulsz olyan irányba, ami elmegy akár a szélsőbb, akár a szélsőjobb irányába, akár valamilyen erőszakosabb pénzkeresési megoldás irányába. Tehát, hogy ilyenkor jönnek azok a problémák, vagy azok az irányok, amelyek aztán a társadalmat elkezdik szétzirálni, és erről tényleg hosszan lehetne beszélni, meg nem is vagyunk amerikai szociológusok, tehát nem vagyunk a legszakavatottabbak ebben a kérdésben, de az biztos, hogy a számok azok döbbenetesek. Például egy 25 éves fiatalnak két generációval ezelőtt a jövedelem 14%-át vitte az éves tandíj egy állami egyetemen. Tehát nem a Harvardról beszélünk, egy standard állami egyetemről Amerikában. Ez most felment 42%-ra, tehát majdnem a jövedelem felét elviszi a tandíj. Egy háztartás éves jövedelmének a háromszorosa elég volt a medián lakás megvásárlásához, ez most 7-szeresre nőtt, de van egyébként egy csomó állam, ahol ez inkább 10-szeres. Tehát tényleg ez az affordability angol kifejezéssel ez egészen durván romlott ennek a generációnak. És ugye ehhez hozzárakta pont a belépési korlátoknál, Ausztráliába alkalmazzák jól a teljesen döbbenetesen kiélezett lakhatási válságban ezt a magyarul NIMBY Y-nal a végén betűszót, ez a not in my backyard, tehát hogy az ott lakók minden eszközzel megakadályozzák az új építési engedélyek kiadását, és ugye az Egyesült Államokban az egyik legalacsonyabb a lakosságra jutó új építési engedélyeknek a kiadása, de Vancouverbe tartotta az előadását, és megmondta azt, hogy tulajdonképpen a vancouveri ingatlanpiacon egy új építésnek az árának tulajdonképpen az engedélyeztetési eljárás több mint a felét elviszi. Igen, ugye arról van szó, hogy akik családi házas övezetben laknak, semmiképpen nem szeretnék, tulajdonképpen egyébként ebben magamat is beleérteném, ha ebben a helyzetben lennék mondjuk Amerikában. Szóval nem szeretik azt, hogy társasházak épülnek, ahova jellemzően alacsonyabb jövedelmi családok költöznek be. Mert Amerikában társasházban lakni, mondjuk leszámítva Miami Beach-et, azt a szegények szokták. És ezt a fajta társadalmi keveredést a gazdagok nem szeretnék, emiatt aztán nagyon nehéz ezekben a családi házas övezetekben társasházat építeni. Emiatt kevesebb lakás épül, bár hozzá kell tenni egyébként pont az elmúlt fél évben egy túlépítés látszik az amerikai társasházak piacán, de ez egy teljesen más téma. Szóval, hogy ez a fajta lakhatási válság jelentős mértékben a szabályozásnak köszönhető, az igazán gazdagok vagy a gazdagabbak nem szeretnék, hogyha vegyülni kellene a szegényebbekkel, nem szeretnék, hogyha zsúfoltabb lenne az a környék, ahol laknak, ezáltal az ingatlanárak magasabbak lesznek, és akkor erre jön még egy másik nagy probléma, hogy az intézményi pénz megjelent az amerikai lakáspiacon is tömeges mértékben, és ugye gyakorlatilag ez egy általános ilyen megfogalmazott probléma, hogy a Blackstone-nal és társaival versenyeznek Joe Smith-ék akkor, amikor lakást akarnak vásárolni, és nyilván az előbbiek jóval tőkeerősebbek, és könnyebben mozognak ezen a piacon. Na most visszakanyarodnék egy picit ahhoz a mondathoz, amit ugye a felvezetőben említettünk, tehát, hogy az a nagy állítás, és ez egy nagyon-nagyon nagy változás, és ez tényleg mindenkinek érdemes végig gondolni, hogy valóban itt 100-150 év óta először fordul elő, de lehet, hogy 200 a fejlett világban, hogy egy átlagos fiatal szegényebb annál, mint ahogy 25-30 évvel ezelőtt ugyanennyi idős korában voltak a szülei generációja. És Scott Galloway állítás egyébként az, hogy ezzel persze lehet vitatkozni, hogy ez egy nagyon is tudatos folyamat eredménye volt, tehát ez nem véletlenül alakult így, és hogy tulajdonképpen ez a generáció ezt nem is nagyon szeretne ezen változtatni, és nem véletlenül teszi föl azt a kérdést a végén, hogy egyáltalán szeretjük eléggé a gyerekeinket. És aztán erre hoz ő és a csapata egy csomó nagyon plasztikus példát, amivel ezeket az állításait azért alá is tudja támasztani. És itt átadom neked, most szerintem Tomi, te nézted meg ezt, vagy Ricsi legjobban, hogy itt a termelékenység hogy változott, és ahhoz képest a reálbérek hogy változtak. Igen, hát ugye a termelékenység az, ami megteremti a reálbérek növekedésének az alapját, tehát hogyha a termelékenység nő mondjuk évente 2%-kal, akkor elvileg a bérek is úgy tudnak növekedni 2%-kal, hogy ne legyen ebből infláció, és ha a termelékenységgel kiigazított reálbéreket nézzük, akkor gyakorlatilag ezek az elmúlt 40 évben nem nőttek, míg a termelékenység jelentősen nőtt. Ennek köszönhetően ebből a tortából, amit megtermel az amerikai gazdaság, jóval kevesebbet kapnak a bérből élők, miközben egyébként számos terméknek az ára ennél jóval nagyobb mértékben emelkedett, mint amit az általános infláció. Ilyen a lakhatás, ilyen az egészségügyi ellátás költsége, ilyen az oktatás. Tehát azok a fontos, társadalmi szempontból fontos költségek, amelyeket tényleg azt gondolom, hogy a jövő szempontjából kiemelte fontosnak tartunk, ezeknek az ára jobban elszállt, mint az infláció, ezeket nem követte a béremelkedésnek a dinamikája. Nyilván a
technológiai szempontból sokkal fejlettebb módon él az amerikai társadalom. Ott vannak a mobiltelefonok, a számítógépek, tehát a mindennapi életben egy csomó minden azért relatíve olcsó lett, vagy olcsóbb lett, de mégsem érzik az emberek azt, hogy jobban élnének. Ez ott érhető nagyon tetten, hogy ez az ábra, ami a bérnövekedés teszi a termelékenység növekedéshez, ez tényleg a kettő ábra, az teljesen együtt mozgott 1950 és 70 között, és ez volt az amerikai kapitalizmusnak az igazi aranykora, 4,4%-os éves átlagos reálbérnövekedés volt ebben a 20 éves ciklusban. Míg a 2000-től 2020-ig tartó időszakban is egy nagyon komoly termelékenység növekedés volt, de már csak 2,1%-os éves átlagos reálbérnövekedéssel járt ez együtt. Tehát minthogyha, és ezt a Gelövény nem egyszer megemlíti, minthogyha egy olyan világban élnénk, ahol a tőkejövedelmek a munkajövedelmekkel szemben egy hatalmas győzelmet arattak volna, vagy aratnának. Ez nagyon tetten érhető a tőzsdeindexeken keresztül, a vállalati profitabilitásnak a növekedésén keresztül. Tehát látszik az, hogy míg egy hajóban evezve az egész amerikai gazdaságba 50 és 70 között mindenki együtt örült, mostanra tulajdonképpen a tőke tulajdonosoknak a nagyon nagy időszaka jött el. És hát a tőkejövedelmeket jóval kisebb kulcsra adóztatják, mint a munkajövedelmeket, hogy összességében, tehát mindent összeadva, az állami és a szövetségi adókat. Ugye erre mondta azért jó pár évvel ezelőtt már Warren Buffett, hogy ő kisebb adókulcssal szembesül, mint a titkárnője. Úgyhogy gyakorlatilag a részvényesek kerestek az alkalmazottak rovására. Egyébként nagyon érdekes, mert Scott Galloway ebben amúgy önreflexív módon hoz példákat a saját életéből is, mert ő ugye azt állítja, hogy tulajdonképpen azt, hogy ő is egy vagyonos ember lehetett, azt részben annak köszönheti, hogy 15-20 évvel ezelőtt voltak olyan megtakarításai, ami lehetővé tette a számára, hogy olyan cégekbe fektessen, és aztán erre hoz is példákat, ami után most azoknak a tőkejövedelméből tud jól élni. És három részvényt emel ki, de most előre bocsátom, hogy itt nem a három részvénynyel kell igazániból foglalkozni, hanem magát az üzenetet kell szerintem itt megérteni, hogy amit ezzel igazániból Scott Galloway el akar mondani a közönségének, de három részvényt emel ki, ami neki volt 2010-ben, Apple, Amazon és Netflix, és az Apple-t 7 dollárért vette, az Amazon-t 7 dollárért, és a Netflix-et 10-ért, és ezek a cégek, az Apple az 2024-ben az előadása pillanatában 173 dollárt ért, az Amazon 184-et, a Netflix pedig 607-et. Tehát, hogy az az ő fő üzenete, hogy akik akár saját cégükben, vagy akár megtakarítások révén tőzsdei cégekben érdembe tudtak befektetni 10-20 évvel ezelőtt, azok vidáman élnek a tőkejövedelmeikből, és ráadásul még a jogszabályi környezet is nekik kedves, hiszen az ő adójuk jóval alacsonyabb, mint a munkajövedelmeket terhelő adók. Igen, részvényt ma is vett bárki, tehát a jövő sztárjait, ha eltalálja, akkor azért tud pénzt keresni. De amit egyébként Galloway talán a korábbi adásában kiemelt, hogy korábban mindig volt a tőkepiaci ciklusok, tehát a Fed nem reagált rögtön, nem támasztotta meg a részvényárakat, segített ezt a fajta redisztribúciót. Ugye mit ért ez alatt? Azt, hogy a régi cégtulajdonosok azok elszenvedtek egy komolyabb veszteséget, lehet, hogy a reál eszközökben, ugye a reál szférában bizonyos cégek csődbe is mentek, ezek eszközeit megvették a vállalkozni akaró fiatalok, akár a részvénypiacon, akár a fizikai valóságban, és akkor ők ezen tudtak egy vállalkozást építeni, vagy éppen egy portfóliót felépíteni. Tehát tulajdonképpen ez a tőkepiaci heves ciklikusság, ez megteremtette a következő generáció számára azt a lehetőséget, hogy pénzt keressen, vagyont gyűjtsön, és miután a költségvetési politika és a monetáris politika ezeket a mélyebb tőkepiaci ciklusokat már nem engedi, nyilván van egy nagy nyomás a leggazdagabbak részéről, hogy ne esnek nagyon az eszközárak. Ennek köszönhetően ez a fajta belépési korlát, ez megnehezült, vagy ahogy mondtuk az elején, a húsos fazékot elzárták a fiatalok elő, és tulajdonképpen ez egy nagyon fontos pont, hogy jóval nehezebb ezt a belépési pontot megtalálni. A másik, ami szerintem nagyon fontos, hogy azért a 30-40 évvel ezelőtti időszakban nem érte a fiatalokat az a rengeteg impulzus, hogy pénzt költsenek. Tehát magyarul sokkal többet tudtál megtakarítani, mert hogy nem kellett 8 dollárért kávét innod, nem kellett avokádós szendvicset enni 20 dollárért, vagy Kaliforniában 30-ért. Ugye ma a rezsi rendkívül drága egy fiatal számára, kell persze a szocializációhoz. Régebben a jövedelme sokkal nagyobb százalékát fél tudtad tenni, nem volt az a társadalmi nyomás, hogy elköltsd. Most ez teljesen más. És ugye ez nyilván az egyéni felelősség, meg egyéni probléma is lehetne, de össztársadalmi szinten is lehet érezni azt, hogy egyszerűen kénytelen vagy költeni ezekre, viszont akkor már tényleg nem fog maradni
a részvénypiacra. Igen, mert elképesztően drágává vált már egy közepesen menő Instagram profilnak is az etetése tulajdonképpen, igen. És ez elvonja az energiákat ettől. Az eleve nehezített pályán még ugye gyakorlatilag ez egy újabb, nagyon-nagyon durva és nagyon komoly nehezítés, de még egy adatot ehhez hozzátennék, ugye, hogy ezáltal, a dolog által, hogy az elmúlt 15 évben nem igazán voltak korrekciók, és a Galloway emlegeti, hogy a Covid volt a legjobb időszaka az életében, mert gyakorlatilag otthon volt, a lányával nézték a Netflixet, és mellé annyit keresett a tőzsdén, mint soha. Meg magán a Netflixen is. Netflixen is, így van. És ugye itt volt egy nagyon-nagyon érdekes adat. 1989-ben a teljes háztartási vagyon megoszlás az úgy nézett ki, hogy a 70 év felettieknél volt 19%, a 40 év alattiaknál 12%. Ez mostanra úgy változott, hogy a 70 év felettieknél lett 30%, a 40 év alattiaknál 7%. Tehát a 40 év alatti korosztály az összamerikai vagyonból gyakorlatilag a 60%-a mennyiséget. A torta szelete a 60%-a, mint amekkora volt 1989-ben, és 60%-kal nagyobb a szelete a tortában a 70 évesnél idősebb generációnak. Természetesen itt azért komoly demográfiai változás is állt be ugye az előregedő társadalmakkal, de gyakorlatilag az a dolog látszik, hogy nagyon-nagyon nehéz megküzdeni ezekkel az akadályokkal a fiataloknak nagy számban. És egyébként ez már meg is teremt az alapját annak, hogy miért vált ennyire népszerűvé a mém részvényekkel való kereskedés, az opciós kereskedés. Mert hogy gyakorlatilag az egyetlen útját jelöli ki annak, hogy hogyan lehet mégis viszonylag gyorsan pénzt keresni, bármennyire is ez nem mindenki számára valósul meg a végén. Egyfajta ilyen menekülés, hogy hát igen, azzal a kis megtakarításommal, amivel rendelkezem, azzal nagyon sok mindent nem tudok csinálni, de hogyha felteszem egy out of the money call opcióra valamilyen egyébként volatilis papírban, akkor lehet, hogy bejön, lehet, hogy elbukom azt az $1000, de lehet, hogy csinálok bele 10 vagy 20 vagy akár $50,000, és akkor az már rögtön egy szintlépés jelent. Tehát ez a fajta vagyoni átrendeződés, meg jövedelmi átrendeződés, ez egyértelműen az opciós piac felé tereli például a fiatalokat, és hát aztán láttuk is a hatásait, meg a leképeződését az amerikai tőkepiacon, tulajdonképpen a Covid utáni korszakban. Van még egy érdekes trend, ez pedig az, hogy a szegények aránya hogyan változott a különböző korosztályokban az elmúlt 30 évben. 65 év feletti korosztályban a 70-es években 17% volt, a 2010-es években 9%. Tehát óriási eredményt ért el az USA abban, hogy egyre kevesebben vannak a szegénységi küszöb alatt, de 18 év alatt, mindez idő alatt 16-19%-ra nőtt. Tehát itt is látszik az, hogy... A fiatalokat kicsit az útszélén hagyták. Kicsit, igen. Igen, és ez még egyébként hozzá kell azt is venni, hogy jóval több az egy szülős... mármint egy aktív szülős családban felnővő gyerek most már Amerikában, egyébként ez igazából világtendencia. Márpedig, hogyha egy szülő jövedelméből kell egy gyereket nevelni, az teljesen más, mint amikor ketten annak bele ebbe a kosárba. Ez már tulajdonképpen megtermeli azt a szegény réteget, akiről itt szó volt. Na most az még, ami számomra nagyon döbbenetes volt, mind a két előadást meghallgatva, de különösen a TEDx-esnél érződik, hogy Scott Galloway tele van érzelmekkel ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy ő egy nagyon profi előadó, hiszen nagyon több tíz éve ad elő diákoknak tévébe bárhol, de hogy többször annyira tele van érzelmekkel, hogy elcsuklik a hangja. Márpedig ezt sokszor megnéztem, ez egészen biztos, hogy ez nem megjátszott. Tehát, hogy ez a tendencia, amit ő előad, rendkívüli módon feldúlja őt érzelmileg. Majd, hogy nem sírásba megy át sokszor a hangja, és hogy ez még inkább hitelessé teszi egyébként a publikumnak is. Mert végig gondolja szerintem az, hogy neki ma mennyi esélye lenne abból a családból, ahonnan ő jött, ugye? Egyedül nevelte az édesanyja, nyilván nem gazdagságban, és hogy ő mérhetetlenül hálás az akkori rendszernek, ő csak a 80-as, 90-es éveket szeretné valahol visszaállítani, és ugye nagyon érdekes mondása volt az, hogy nem duplázni kellene, ez a Wall Street-es interjúban volt, nem duplázni kellene a Harvardra beengedett diákok számát, hanem meg kellene tízszerezni. Tehát, hogy a csúcs minőségű oktatást oda kellene adni egy szélesebb rétegnek az Egyesült Államokban, mert többször elmondja azt a példát, hogy ő
mit csinál, meg a hozzá hasonló emberek gyakorlatilag megpróbálják a hitelességük csökkentése árán valamivel több pénzt keresni és monetizálni jobban magukat. Tehát elképesztően önkritikus is. Igen, nagyon önkritikus ebben a dologban, de talán az egyik legérdekesebb példája az az volt, és ez a mondása volt, hogy ma egy nem fehér raszba, vagy valamilyen LMBTQ közösségben lévő fiatalnak az érdekképviselete sokkal jobb, és sokkal többet beszélnek erről, mint egy szimplán csak szegénységben lévő amerikai fiatalnak az élete. Tehát, hogy az esélyei az egyes más társadalmi problémáknak a kihangsúlyozottsága sokkal erősebb, mint pusztán az anyagi különbségeknek a csökkentésére tett igények. És itt már is érkezünk ahhoz a nemrég érkezett felméréshez, amely szerint az amerikai lakosság több mint fele gondolja úgy, hogy jelenleg is recesszióban van az ország, ami hát a statisztikák alapján egyértelműen nem így van, régóta nem így van, de mégis az emberek ezt érzik a továbbra is magas és még mindig emelkedő áraknál, a viszonylag nyomott reálbéreknél, úgyhogy ezek a kérdések összefüggenek, és igazából megágyaznak azoknak a társadalmi feszültségeknek, amelyeket nap mint nap tapasztalnak az ott élők. És ugye itt eljutunk ahhoz, hogyha kialakul egy olyan társadalom, ahol van egy szűk gazdag réteg, és egy viszonylag széles, nagyon nyomott jövedelmű réteg, legalábbis aki úgy érzi, hogy előre elzárták a húsos fazékot, az oldatlanul is egy robbanás veszélyes állapot, és hát... Nyilván itt azért vannak különböző elméletek, meg különböző vélemények, hogy hova fog ez vezetni. Van, aki szerint akár fegyveres konfliktus is lehet ebből a következő években Amerikában. Nem tudom, tényleg nem értek hozzá, de az biztos, hogy ez a fajta feszültség, ez a szembenállás, ezek a jövedelmi különbségek. A világ számos pontján láttuk már, hogy robbanás veszélyes állapotot idéznek elő. És ugye ez 0-24-ben a mobiltelefonokon keresztül a gazdag réteg életmódja közvetítve van a szegényebb rétegek számára, és nekem az egyik legerősebb állítása az volt, amit egyébként a franciák most már egyre jobban kísérleteznek rajta, tehát például az iskolákba betiltani a telefont, általános iskolai szinten 14 év alatt mindenképp, tehát hogy ne lehessen az iskolába bevinni telefont, 16 év alatt megtiltani a közösségi média használatot, és én tegnap sokkolódtam nagyon, ugye egy kis brazil törzsről érkezett egy hír, ahova Elon Musknak a Starlinkje megérkezett, egy 2000 fős törzs, soha eddig nem láttak internetet, és gyakorlatilag hetek alatt két függőség alakult ki itt, az egyik a közösségi média függőség, a másik a pornó függőség. Tehát, hogy a technológiának a nem megfelelő használata az elképesztő terhelés alá veti alá az embereket, főleg a fiatal generációkat. Gelovés is azt mondja, hogy az amerikai lakosság lelkét, a fiatalok lelkét legjobban Mark Zuckerberg rombolta azzal, hogy létrehozta ezeket a közösségi média platformokat, de megemlíti a TikTokot is, ami legalább annyira toxikus, ha nem jobban. És hát igen, szóval van erre egy társadalmi nyomás egyre inkább, hogy ezeket valahogy kontrollálni, elzárni. Rendkívül nehéz, nem tudom, hogy meg lehet-e csinálni, de az biztos, hogy ez azért inkább elvesz a fiataloktól, mint hozzátesz. Igen, és valahol, lehet, hogy nem ezekben a beszélgetésekben, de utal is arra egyébként, hogy nem mindenhol fogadják már őt szívesen, mert ugye ő pont arra a konfliktusra világít rá elképesztő élesen, amiről azért a politikai elitek bárhol a világban nem nagyon szívesen szeretnek beszélni, és ez alatt a szegény gazdag ellentétet, ami Amerikában is élesedik, hiszen nyilván látjuk, hogy azért a politikai eliteknek mindig az a lényeges, teljesen legfontosabb célja, hogy különböző egyéb narratívák mentén osszák ketté a társadalmat, ez lehet LMBTQ dolog, lehet kisebbség, valahol a világ más részein ez a bevándorlók, ugye látunk számos példát mindenhol, de hogy azért arra mindig figyel az elit bárhol, hogy ne az igazi probléma legyen terítéken, ért szegény gazdag, és hát ebben most nagyon-nagyon élesen tolja bele magát Scott Galloway, és hát látszik, hogy van erre egy nagyon nagy társadalmi rezonálás, különösen ugye a fiatalabb, vagy hát a kevésbé szerencsés, mondjuk így szegényebb rétegek részéről. Nézd, a politika szempontjából nem biztos, hogy a közösségi média kontrollálása vagy betiltása egy kívánatos irány, hiszen a közösségi médián keresztül lehet igazán fogni, manipulálni a tömegeket, és ez a világ számos országában van példa. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nem feltétlenül egy recept, amit követni fognak, egy kórkép, de nem biztos, hogy megérkezik az orvos, aki ezt majd gyógyítja. A beszélgetésünk vége felé pedig akkor nézzük meg, hogy Scott Galloway milyen megoldási javaslatokat vet föl ennek a problémának az orvoslására.
Igen, az első az mindenképpen kiverni a biztosítékosok, ilyen a minimálbérnek $25 történő emelése, egyébként Kaliforniában ez már $20, tehát igazán drága helyeken ez már megtörtént, ami persze a költség oldali nyomást is növeli, ugyanakkor a termelékenység javítás iránti kényszert is erősíti. Van benne még egyéb adóemelés, hát szintén azt gondolom, hogy nagy vállalatok a lobbisták részéről ez totálisan elfogadhatatlan, a tőkejövedelmek kedvező adóztatásának a megszüntetése. Aztán a technológiai szektorban mondja, hogy a nagy monopóliumokat szét kellene törni, ezeket kisebb egységekre szétszabdalva egymással versenyzővé kéne tenni, mert hogy együtt így ezek túl nagy kontrollt gyakorolnak a társadalom felett, és egyébként egy bizonyos életkor alatt meg kéne tiltani a közösségi média platformokhoz való hozzáférést, aztán a társadalom politikában ugye a gyerektámogatási rendszereknek az erősítése, bevezetése, és tényleg szegénységi alapon, tehát ő nem rossz vagy egyéb társadalmi helyzet, hanem tényleg a jövedelmi vagyoni helyzet alapján ettől tenni függővé a támogatást, és hát egyébként ez a fajta kontroll a fölött, hogy a gyerekek mit látnak, milyen impulzusokat kapnak, ez egy ilyen nagyon nehéz és ingoványos téma, de ebben mindenképpen fontosnak tart egy komolyabb szabályozást a mostaninál. Nekem a legjobban az oktatási részei tetszettek ennek a dolognak, hogy nem ilyen diákhitel elengedési részleges programokba menne bele, amit a Biden kormányzat ugye megpróbált megcsinálni, vagy belepróbálkozott ebbe, hanem 500 oktatási intézménynek $500 milliárd adna, nem mindenki 1 milliárdot kapna, hanem arányosan, ezért 2 dolgot kellene vállalniuk az 500 legjobb amerikai egyetemnél, évente 2%-kal csökkentik a tandíjat, és évente 6%-kal növelik a felvett diákok számát. Ezzel az éves 6%-os növekedéssel a kamatos kamat elvén 2-szer annyi diák kerülhetne minőségi egyetemi oktatásnak a birtokába 10 év múlva, és az éves 2%-os tandíj csökkentés az inflációval, várható inflációval kiigazítva lefelezni a tandíjnak a terhelését. Azt mondja, hogy ő semmi más nem kíván, csak visszahozni a 80-as, 90-es éveket ebben. Igen, de egyébként azt nem tudom, hogy ez mennyire lenne jó út, és ez kicsit most így kritikus vagyok vele szemben, mert hogy egyébként meg ugye mit látunk ma a társadalomban, éppen a fehér galéros munkahelyekből van kevesebb, és itt van túltermelés, és tulajdonképpen a fizikai vagy olyan hagyományos szakmunkásokból van kevesebb éppen, mert hogy ezeket például a mesterséges intelligencia nehezebben tudja pótolni. Tehát miközben így logikus lenne az, hogy növeljük a felsőoktatásban részvevők számát, lehet, hogy a társadalomnak meg nem pont erre van szüksége. Tehát igazából én csak ötletelek, meg brainstormingolok, hogy nem biztos, hogy egy ilyen univerzális könnyű megoldást lehetne találni ezekkel a javaslatokkal. Az biztos, és egy általános érvényi igazság, hogyha a társadalmi mobilitást fékezzük, korlátozzuk, akkor abból egy kisebb növekedés és sokkal nagyobb társadalmi feszültségekkel terhelt rendszer jön létre, és ez szerintem egy univerzális igazság, és azért én azt gondolom, hogy a javaslatainak a 90% az helyén való, de azért nem biztos, hogy a 80-as évek receptje az ma is alkalmazható. Szerintem komplexebb, bonyolultabb ez a kérdés most annál, mint amilyen volt akkor. Én is ezt látom, tehát talán ez lehet a záró gondolat, hogy ami miatt ő ennyire emocionálisan gondolkozik, ő azt érzi, hogy ma már nem lenne esélye arra a szintű társadalmi mobilizációnak olyan szintű nyertesévé válnia, mint amilyenné ő válni tudott évtizedekkel ezelőtt. Tomi, Ricsi, nagyon szépen köszönöm. És ha tetszett ez a podcast, akkor kérlek iratkozz fel Concord csoport nevű YouTube, Spotify vagy Apple csatornánkra, írásainkat pedig olvassátok a concordblog.hu-n.